pénzügyi szempontból kockázatot jelentenek. Vagyis a fogyasztóknak itt egy másik érdekét, az egészséghez és az egészséges élethez való jogát tartottuk mi fontosabbnak, és nagyon gyakran fordul elő, amit az orvosok sokszor szoktak mondani, hogy nekünk az egyik feladatunk az, hogy a betegeket megvédjük önmaguktól. Ez pontosan egy ugyanilyen helyzet, amikor káros szokásainktól, káros, már-már élvezeti cikként fogyasztott termékekről beszélünk. A bizottságon elhangzott egyébként, hogy azért ezt a két nagy csoportot tartalmazza jelenleg első lépésként a törvényjavaslat, mert bizonyított, hogy a magas cukortartalmú élelmiszerek, mi orvosok úgy mondjuk, hogy a kettes típusú cukorbetegségnek az okozója, ez általában időskorban jelenik meg, és sajnos már megjelenik kora gyermekkorban is, ami egyébként egy elég elrettentő dolog. A másik, ami teljesen nyilvánvaló, hogy a magas vérnyomás a sófogyasztással és annak a kockázata, a kialakulásának a valószínűsége a sófogyasztással egyenes arányban növekszik, és itt is egy elég szörnyű adatunk van, 10 éves kor alá bement a magas vérnyomásos eseteknek a megjelenése, tessenek elképzelni, hogy 10 éves gyerekek magas vérnyomással vannak. Ennek egyik kiváltó oka maga a magas sótartalmú élelmiszerek. A bizottságon belül felvetődött az a kérdés is, hogy az állam miért nyúlhat bele ilyen mélyen az emberek hétköznapjaiba és mindennapjaiba, amelyben, és hogy ez mennyiben, azt hiszem a bolsevik szó fogalmazódott meg konkrétan, mennyiben bolsevik módszer. A többségi álláspont az volt, hogy az állam él az piac szabályozó jogkörével és szerepével, amelyben egyébként a piacon az árakat szeretné eltéríteni, annak a közgazdasági ismeretnek a birtokában, hogy a magasabb termék ár csökkenti az adott terméknek a fogyasztását, illetve növelheti az alacsonyabb vagy azonos áru helyettesítő, esetleg kevésbé magas áru helyettesítő termékek fogyasztását, konkretizálva a magas cukortartalmú élelmiszerek helyett esetleg a természetes cukortartalommal bíró gyümölcsök vagy ebből készült élelmiszerek irányába hathat. Ezért azt gondoljuk, a többségi álláspont az volt, hogy az állam részéről ez egy helyes magatartás és szükséges. Fölvetődött még egy kérdés, hogy ez jelenthet-e munkaerő problémát azoknak a cégeknek, amelyek ezeket a termékeket állítják elő Magyarországon, és hogy bizonyos értelemben, mivel ők a termelésük, a magyar cégek, kis és közepes vállalkozások a termelésük nagyobb részét Magyarországon forgalmazzák, míg a hasonló terméket gyártó multinacionális cégek, akik Magyarországon állítják elő, a termelésüknek csak töredékét forgalmazzák Magyarországon, így relatív módon a magyar termelőket fogja sújtani ez az intézkedés. Többségi álláspont is az volt, hogy ez egy megfontolandó szempont, de ugyanakkor azt gondoljuk, hogy nem ok arra, hogy ebben a törvényjavaslatban ebből visszalépjünk, hanem ha ilyen problémákat ezt felvet, akkor ezt a gazdaságpolitika más eszközeivel kell orvosolni, de azt gondoltuk, és valljuk is a többség, hogy ez jelen pillanatban sokkal inkább a magyar lakosság egészségi állapotának a megőrzése irányába, és az egészséges élelmiszerek fogyasztásának irányába ható erő. A fölvetődő egyéb problémákat a gazdaságpolitika más eszközeivel kell kezelni. Köszönöm szépen! Megadom a szót Z. Kárpát Dánielnek a kisebbségi vélemény ismertetésére. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A Fogyasztóvédelmi Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése során is arra kívánok szorítkozni, ami a bizottsági ülésen elhangzott, nem tovább gondolva feltétlenül az ott egyébként több időt és energiát megérdemlő gondolatokat. Teljesen egyértelmű, hogy a fogyasztóvédelmi, a vásárlók védelmének szempontjából közelítjük meg a kérdést, érdemes felelveníteni a korábbi tapasztalatokat, ahogy ezt meg is tettük. Például a kokáért egy hasonló adóterhelési típus áthárítási lehetőségeit illetően állítjuk és állítottuk, hogy ez már megtörtént korábban a banki szférára kivetett különadó esetében, ahol ez már minősítettel megtörtént.
és ellenzéki oldalról elhangzott az a teljesen jogos érv is, hogy egy mintegy 10 éves változatlansági periódust követően a telekom cégek, a telefon, mobiltelefon társaságok is érdekes módon most emelték meg díjtételeiket, egyértelműen a különadó kivetésével összeköthető folyamatról van szó. Teljesen hasonló jelenség sorozattól félünk ezen esetben is, melyre egyébként lehetne megoldást találni, módosító indítványunk egy része erre utal. Egy úgynevezett monitoring megfigyelő rendszerrel, mely figyelné azt, hogy a termékek árába milyen szintű beépítés kerül, és egyáltalán ezen adóterhelés mennyire, milyen fokon kerül átterhelésre a fogyasztókra. Ez a problémakör kiküszöbölhető lenne, hiszen nem az előterjesztés alapelveivel van nekünk problémánk, teljesen egyértelmű, nem azt kaptuk ugyan, amit a Jobbik még annak idején hamburgeradó néven elképzelt, visszájára fordult ez a dolog, de az irány alapvetően úgy érezzük, hogy nem vitatható, az ellenzék egyetlen tagja által sem vitatható az irányvonal, teljesen egyértelmű, mindenki azt akarja, hogy egészségesebb polgárai legyenek Magyarországnak, akik aztán képesek reprodukálni önmagukat, elhárítani a népesedési katasztrófát, egészséges gazdaságot építeni. Ugyanakkor az előterjesztés bizonyos részeit kissé kapkodónak tartottuk, éreztük. Például a kokáért a rövid átállásból következő munkahelyveszteségeket, magyar márkák tekintetében bekövetkező veszteségeket, hiszen egy hosszabb átállási periódus lehetővé tenné azt, hogy az érintett cégeknek legalább egy része a gyártási struktúráját át tudja alakítani. Miért nem tudja ennyi idő alatt átalakítani? Pontosan azért nem, mert főleg a kiszolgáltatott magyar kis- és középvállalkozók esetében beszállítói szerződések léteznek, gyártói technológiák, kapacitások léteznek, pontosan azoknak a cégeknek kéne ezt ilyen rövid idő alatt átalakítani, amelyeknek a tőke ellátottsága szánalmas és Magyarországon egész egyszerűen minősíthetetlen. Tehát ilyen rövid idő alatt ez nem várható el, mindenképpen célszerű lenne az ellenzék véleménye szerint egyértelműen kitolni ezt az időszakot, nem elvéve a vívmányait ezen előterjesztésnek, melyeket nem vitatjuk, hanem lehetőséget adva arra, hogy egyetlen magyar kis- és középvállalkozó se menjen tönkre, hogyha hajlandó illeszkedni azon új irányelvekhez, amelyek itt is megjelennek, és amelyeket úgy érzem, hogy minden népeszű magyar állampolgár kell, hogy támogasson. Nyilvánvaló, hogy többen felszólaltunk az úgynevezett népnevelő szándék, nem csak retorikai, de háttér ideológiai jellegével szemben és ezzel kapcsolatban is. Teljesen egyértelmű, hogy lennének olyan eszközök a kezünkben, például adókedvezmények adása azon cégeknek, akik érdekelté teszik magukat az átállásban, melyek talán sokkal inkább motivátor tényezőként hatnának, mint ez az általam is egyébként sokszor bolseviknak nevezett népnevelő jelleg, mely egyértelműen félre értelmezi és félre ismeri ezt a helyzetet, hiszen egész egyszerűen a magyar társadalom előtt kialakult egy sajátos kép. Miközben az egészséges magyar élelmiszerre épülő, alapuló hálózatok, de még a Laci konyha hálózat is lényegében kipusztult, eltűnt előlünk, ezt leváltotta az óriási idézőjelben értendő meki kultúra. Tehát az a szemetet árusító, láncolatokkal működő, multinacionális háttérrel rendelkező valami, ami átvette a korábbi egészséges, tisztességes és kiszámítható helyét. A magyar ember, a magyar állampolgár pedig sajnálatos módon a kényszerek tengerében vergődve nagyon sokszor a könnyebb ellenállás felé mozdul el. Nem biztos, hogy minden városi polgár megkeresi az egészséges vidéki beszerzési utakat, vagy a tanyasi áruk boltját, vagy éppen a legközelebbi szociális boltot, nagyon sokszor a könnyebb ellenállás irányába elmozdulva, sajnálatos módon olyan cikkeket vesz magához, olyan akciós és csábító színes szagos ajánlatoknak gyengül el, bódul el, amelyek végül egészségkárosodást okoznak nála, hosszú távon a pénztárcája is rosszabbul jár. Ezen felismerés figyelembevételével tesszük meg módosító javaslatainkat, és arra kérjük a kormányzat jelenlévő képviselőit is, hogy gondolják át a háttér filozófiáját ezen előterjesztésnek, talán a népnevelő jellegből egy kicsit visszavéve, és a gazdasági motivátor tényezők erősítésével könnyebben célt érhetnénk. Köszönöm a figyelmet. János Inné, dr. Benei Ildikó, következik egészségügyi bizottság képviselőasszony. Szóval, elnök úr, az egészségügyi bizottság a tegnapi napon 10 óra 15 perckor kezdődő ülésén megtárgyalta a benyújtott törvényjavaslatot, és a bizottságnak a szakmabeli tagjai gyakorlatilag azokat a nagyon fontos népegészségügyi
problémákat és gondokat részletezték, amit már képviselőtársaim itt az előzőekben érintettek. A bizottság egy rendkívül korrekt szakmai vitát folytatott le, és ennek a vitának az eredményeképpen 17 igen, egy tartózkodás és egy nem szavazat mellett általános vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot, amit minden képviselőtársunk megfogalmazott, hogy ez valószínűleg valóban csak egy lépés a népegészségügyi célok és programok eléréséhez, de úgy gondoljuk, hogy egy rendkívül helyes és fontos lépés, aminek természetesen egyéb az egészségügyben nagyon fontos változásoknak kell követnie. Amit minden képviselőtársunk, akár többségi, akár kisebbségi véleményt nézünk megfogalmazott, rendkívül fontosnak tartjuk, hogy ebből a termékadóból befolyó összeg az egyértelműen az egészségügyben és a népegészségügyi céloknak a javára fordítassék. Köszönöm szépen, elnök úr! Kovács Tibor képviselő úr következik. Nincs itt. Akkor rátérünk az előre bejelentettek listájára. Babák Mihály képviselő úr, Fidesz. Milyen tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, készültem új törvénytervezetből, és van 7 oldal megírt hozzászólásom, de úgy gondolom az időre való tekintettel egy pár gondot azért elmondanék, nem visszaírva az önök türelmével sem. Tisztelt képviselőtársaim, megdöbbentő adat, hogy 27 európai tagállam van. Ebből a népegészségügy tekintetében 25. helyen van Magyarország. Szóval a mortalitás, morbiditás sajnálatos tényei Magyarországot ebben a versenyben is a végére tette, ami nagyon szomorú tény. Milyen tisztelt képviselőtársam, a népegészségügy és az egészség az valójában életminőséget jelent. Mert ugye teljesen más annak az emberek hangulatnak egészséges, mint aki beteg. Nem beszélve arról, hogy aki beteg, az a reparációs költsége a társadalom biztosítást terheli. Ez egy iszonyú költség. Most egy okos állam azt teszi, hogy többet költ a prevencióra, és az életminőséget tudja ezáltal biztosítani, és kevesebb összeg terheli a reparálás költsége az egészség helyreállítását. Szóval szeretném elmondani önöknek azt, hogy ez nem csak egy adótétel. Hát itt elsősorban azt kell kihangsúlyozni, hogy ez egészség kérdése, és ezt követően pedig életminőség, és ezt követően pedig egy költségvetési tétel is. Maga a ki nem fizetett reparálás költsége, egészségreparálás költsége. Nagyon fontos, mint hogy az egészségben általában megelőzés. És nézzék, az igazság, hogy az egészségre való nevelést, az egészséges életmód nevelését, és lehet erről akármilyen megjegyzést tenni, szóval mindenféleképpen nevelés kérdése is a gyerekkorba kell kezdeni. És majd egy pár gondolatot mondanék a gyerekeink viselkedéséről. Szóval úgy gondolom, hogy a megelőzés, a prevenció, az étkezési szokások módosításában, étkezési szokások, helyes étkezési szokások kialakításában, fogyasztás helyes aránynak kialakítása a mozgásban és a sportban. Miután rosszak az étkezési szokásaink és kevés a mozgás, a sport, ezért a megbetegedés, a mortalitás, morbiditás hatalmas számokat jelent. És rontja az életminőséget és az élet esélyeket Magyarországon. Azt is olvastam a szakmától, hogy elsőben ezek a túlzott só, cukor, koffein fogyasztás, amely 3-4-szeresen, mint más államokban és más országokban, ez szív-érrendszeri megbetegedéseket, túlsúlyt és elhízottságot okoz, vagy hát a túlsúly elhízottság szív- és érrendszeri betegségben ölt testet. És akkor egy pillanatra hadd ragadjak le annál, hogy szó volt már képviselőtársaimról, és többet hallottam arról, hogy tenni kell valamit. Megfigyeltem most a balagások kapcsán és a tanévzáró kapcsán a gyerekeket. Szóval milyen tisztelt hölgyeim és uraim, mai magyar gyerekek kövérednek, túlsúlyosak. És azt is megvizsgáltuk már többször, hisz otthon egy kisváros gyerekeiről is gondoskodni kell, hogy reggelire a szülőktől sokszor pénzt kapnak, nem reggeliznek, a pénzből csokoládét és kólát vesznek, a tejet úgy kell biztosítanunk, hogy egyáltalán megfelelő fehérjét vigyenek be a táplálkozásukba.
Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, tésztát szeretnek enni a gyerekek ketchuppel, paradicsommal, különböző sós rátétekkel, és már meg sem eszik azokat a leveseket, amelyek nem levesporból készülnek a napközis konyhákon. Iszonyú nehéz jó ízlésű levest, vagy elfogyasztható levest készíteni számukra, hisz hozzászoktak a tartósítószerhez, magas só tartalmú levesekhez. Már nem menő a rántott hús sem, és nem menő a csirkecom sem, meg sem eszik azt sem. Szóval valami nagy baj van az étkezési szokásainkkal, a családok étkezési szokásaival, és úgy gondolom, hogy valamit tenni kell. Tenni kell, mégpedig nyilvánvaló, hogy nagyon fontos a felvilágosítás e tekintetben, és ebben az egészségügyi felvilágosításban azért szerintem egy kicsikét háttérbe szorultak a munkálkodások az elmúlt években. Én úgy gondolom, a fogyasztási szokásokat kell alakítani, mert tényleg ránk tört a multinacionális világ ételgyár minősége. Fontos az egészségnevelés, és ezt nem időskorban kell kezdem, a gyerekkorban, gyerekeknél. És ösztönözni kell részünkről is, a tisztelt ház részéről is, a törvényhozás oldaláról, a jog oldaláról, és törvényt kell alkotni, mégpedig népegészségű termékadót. Ösztökélni kell arra, hogy átalakuljon a fogyasztási szokás, a táplálkozás, befolyásolni kell ez az eszközzel is, az eltérítésével. Én kérem, megvizsgáltam azt, hogy a tárcánál tisztelt képviselőtársam dr. Kovács József és Font Sándor javaslatát, hogy milyen költségvetési kiadással bír, bevétellel elsősorban. 2011-ben 3-5 milliárdos satszolja szakma számította ki ebből származó bevételt, és 2012-re mintegy 20 milliárd forintot kalibrálnak bevétel többletként. És azt is megvizsgáltuk, ugye többen már szóvá tették, hogy a világban milyen odafigyelés van a kérdésre, tehát a só, cukor és a koffein fogyasztására. Itt az Amerikai Egyesült Államokban léptek már ebben a dologban, mindenki tudja, hogy eléggé hamburgerkövények a kövérek az amerikaiak, és Dániában is odafigyeltek ezekre a kérdésekre. Na most a bevételekből, amennyiben ez egészségügyre, prevencióra, étkezési szokások átalakítására fog allokálódni ez a pénz, ez nagyon fontos és helyes jó dolog. Én külön szeretném kiemelni államtitkárul is a tárca gondolkodásának pozitívumát, a tekintetben, hogy nem szabad itt megállni. Ugyanis az étkezést, amely az egészséget biztosítja, a létfenntartás és egészséget mellette, erőteljesen befolyásolni kell, és több kérdést kell megvizsgálni. Rengeteg tartósítószert és más egyéb dolgot, és ipari terméket fogyasztunk, amely egészségünket károsítja. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt ház, rövidre fogva azt hiszem, hogy ennyit mondhatok el, vélekedésképpen arra kérem önöket, hogy átadjam saját véleményemet is, hogy fontos dologról van szó, egy olyan dologról, amire eddig nem került figyelem, sürgősen intézkedni kell ebbe a dologba. Egy negatív hatásra már szeretnék azok hívni, amik elhangzottak, figyelmet irányítani. Ma hallottam vagy olvastam, emlékszem pontosan, a cukor áremelése miatt szeptemberre készül az édesipari szakma egy 10%-os áremelésre. Lényegesen nagyobb összegben készül áremelésre, úgy azok a riadalmak, amelyek, és kérem, ezt oda kellene figyelni, amelyek itt a népegészségi termékadóval kapcsolatban itt kalibrálódtak vélekedések, ennél jelentősebb változást jelez a szakma, miután évekig a cukor beszerzési árának problematikája miatt most igyekeznek majd áthárítani, mert tovább nem tartható ez az ár, mondja a szakma az édesiparban, úgyhogy szerintem lényegesen magasabb lesz a cukor áremelkedése miatt a termékek áremelkedése, úgyhogy ha ezt ők megteszik, akkor ez már csak egészen pici havatortán ez az adó mértéke. Ezért kell egy kicsikét visszafogottan gondolkodni, amikor dramatizálják bizonyos szakmai körök egy adótétel bevezetését. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Két perces hozzászólás, Z. Kárpát Dániel képviselő úr, Jobbik. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Elsőként az előterjesztők összességére és természetesen Babák képviselőtársamra szeretnék reagálni. Amikor arról beszélünk, hogy a költségvetés 2012-től adott esetben milyen plusz forrással gazdagodhat ezen tehertételnek köszönhetően, akkor talán elfelejtjük azt, hogy maga a kormányzat is elismeri,
és elismerte a korábbiakban is, hogy adott esetben még mínuszos költségvetési mérleg is lehet ebből, hiszen a hiányzó adóbefizetések, a hiányzó áfabevételek, a kieső termékek, a kieső munkavállalók okán ebből bizony még egy mínuszos szaldó is kijöhet, ami önmagában problémát okozhat, de ezen túlmutatón is problémát okozhat az, hogy az előterjesztés nem tartalmaz biztosítékot arra nézve, hogy a jövőbeni bevételek kizárólag az egészségügybe kerülhetnek, ott milyen prevenciós vagy milyen szakági egyéb célzattal kerülnek felhasználásra. Erre lényegében egy ígéret található. Önök is elmondták, hogy erre egy ígéret lehető fel a kormány oldal részéről. Talán megértik és elfogadják, hogy a nemzeti ellenzék nevében azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy kicsit kevés számunkra, hiszen akkor lenne értelme ennek az egésznek, hogyha minden ágazatra, minden termékfajtára kiterjesztve el tudnánk érni azt, hogy valóban a beérkező pénzeket két irányba lehessen forgatni, egyrészt az egészségügybe, főleg prevenciós vagy akár kezelési jelleggel, másrésztről pedig a magyar termékek kultúrájának erősítésébe, ezek fogyasztási kultúrájának erősítésébe, a zöldség, gyümölcs, ipar és ágazat tökéletes felturbózásába, csak ebből lehetne eredményt elérni, de jelen pillanatban az államtitkár úr által is említett extern hatások pontosan, hogy nem azok által kerülnek kifizetésre, akik okozták a bajokat, hanem jó eséllyel áthárítják őket a fogyasztókra, amit minden áron és minden eszközzel meg kell akadályozni. Horváth Zsolt képviselő úr, 2 perces. Köszönöm a szót. Képviselő úr, én vitatkozni szeretnék önnel, nem értünk egyet. Az egyik ennek az adónemnek a lényegét pontosan az adja, hogy az emelkedett ár miatt áttereli a fogyasztást esetleg más termékek irányába, vagy az adott terméknek a fogyasztott mennyiségét csökkenti. Ebből adódóan, tehát azt a részt, hogy a fogyasztó ne érezze meg, és a termelő nyelje le ezt az adónemet, azt eleve nem is tartom elvárásnak. Nem gondolnám egyébként, hogy ez nullszaldós, vagy akár veszteséges lenne a költségvetésnek. Két érvem van rá. Az egyik, hogy azért élelmiszereket érintünk, az embereknek az élelmiszerekre költött pénzösszege az lényegében nem változik. Tehát ha nem erre, akkor más élelmiszerre fogja elkölteni. Ha egyáltalán veszély felvetődik, akkor el tudom képzelni, hogy lesznek olyan vállalkozások, akik esetleg nehezebb helyzetbe kerülnek. Viszont ez áttételesen azt bizonyítja, hogy működik a törvényjavaslat, hiszen nem tudják eladni a termékeiket ilyen mennyiségben, vagyis az eredeti célunkat elértük. És hogy ezekkel a vállalkozásokkal mi kell, hogy történjen, az egy más kérdés. Egyrészt egyébként alkalmazkodhatnak, tehát átállhatnak olyan termékek gyártására, illetve a termékeikben megváltoztathatják a receptúrát, és növelhetik a gyümölcstartalmat, csökkenthetik a cukortartalmat, hogy az adó hatálya alá kerüljenek. Ilyen értelemben ez egy eszköz egyébként a kormányzat és a mindenkori gazdaságpolitika és egészségpolitika számára, hogy milyen irányba kívánja az élelmiszereknek az összetételét nem bolsevik módszerekkel, hanem egyszerű gazdasági kényszerrel befolyásolni. Második érvrendszer, az pedig az emberi megszokás, képviselő úr, az emberek a fogyasztási szokásaikat, az életmódjukat nagyon lassan változtatják meg. Emiatt azt gondolom, hogy évekbe is telhet, mire alkalmazkodnak majd ezen adónemekhez. Köszönöm szépen. Göndör István képviselő úr, 2 perces. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én úgy vagyok, mint Babák Mihály, hogy normál hozzászólást szerettem volna, de az, amit most képviselő úr elmondott, és nem akarom megbántani, mert szerintem az egészségügyben ugyanígy van. Ha új technikát, új technológiát akar, az pénzbe kerül. Itt pedig azt, hogy ezt a törvényjavaslatot ilyen gyorsan bevezetik, ezzel forrást vonnak el ebből az ágazatból, azt, amit fejlesztésre fordíthatnának, és hadd tegyem fel önnek a kérdést, mert magával az alapkérdéssel szerintem mindenki egyet fog érteni. De hova akarja átterelni? Hova tereli? Mit tud kínálni helyette? Mi van a piacon helyette? Tehát itt két dolog van. Egyik maga a termelő, a másik a fogyasztó. Mit tud kapni helyette? Ez egyrészt nagyon erős reklám kellene, amire szintén a cégeknek kellene áldozni. Az, hogy átálljon egy másik termékre, én hadd mondjak konkrét példát önöknek. A szemem előtt. Bombonetti cég. Tudom, hogy a semmiből hogy nőtt föl,
és mennyi változáson ment keresztül azért addig, mire egyrészt exportképes terméket tud gyártani, a másik, hogy hadd mondjam azt, hogy hungarikumnak számító terméket is gyárt. Tehát ez is szóba jön, és igazán, amit én itt gondnak érzek, és azt várom, és szeretném elérni, hogy a bizottság olyan jellegű módosítót vezessen be, vagy tegyen hozzá ehhez a javaslathoz, ami egyfajta fokozatosságot. Tehát adja meg azt a minimum időt, hogy 2012. január 1, tehát ne legyen a költségvetés olyan telhetetlen, és ne lógjon ki a lóláb, hogy itt igenis egy elsődleges bevétel, adóbehajtás, pénzbehajtás van, hanem egy fokozatosság legyen mind a két oldalról. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Babák képviselő úr, Fidesz. Egy mondatot kell, jóformán, vagy két-három mondatot kell mondanom, de szóval az igazság, hogy nem is értem pontosan, hogy meg kéne beszélni ők kedves ellenzékek egymásra. Egyik azt mondja, hogy több terméknek kéne azonnal megállapítani a veszélyes anyagokat és annak a felváltását, kiváltását eszközölni, a másik pedig azt mondja, hogy még fokozatosabban. Szóval akarunk csinálni valamit, vagy nem akarunk csinálni. Z. Kárpád Dániel azt mondja, hogy gyorsabban és több termékre, a másik oldal pedig azt mondja, hogy majd januártól meg ehhez hasonlom. Milyen tisztelt hölgyek, urak? A fogyasztási szokást nagyon lassan alakul át. El kell kezdeni ezt a lépést a cukor és a sók tekintetében, mert lépést kell tenni ebben az ügyben, és elkezdjük ezt a folyamatot. Milyen tisztelt hölgyeim, és nem arról van szó, hogy a költségvetés éhes, hanem arról van szó, a mortalitás, morbiditás, a halálozás és a megbetegedés száma iszonyú Európához képest. Igen, mert ránk tolták ezt a fogyasztási szokást, az emberek fognak továbbra is kólát inni, hisz 125 éve vagy 200 éve fogyasztják, nem tudom pontosan, nem akarok mellé beszélni. Fognak cukorkát és csokoládét is fogyasztani, nem fognak helyette mondjuk valamilyen mázat gyártani a csokoládé helyett, úgyhogy nem értem, milyen termékváltásról beszél. De azt, hogy ösztökélni kell, hogy kicsit kevesebbet fogyasztanak az emberek, mert a csokoládé is bizonyos szempontból, bizonyos mértékig egészséges. De nem kell gyereknek tele kajálniuk magukat, és nem kell rengeteg sót enni, és ezért kevesebb chipset kell fogyasztani, és egészséges ételek irányába kell terelni. Ez egy folyamat, amely majd valamikor elír az eredményét. Én nagyon bízom benne, hogyha elkezdjük ezt a folyamatot, és majd folytatjuk azokkal, amelyekre Z. Kárpád Dániel is szót ejtett, és államtitkár úr is, hogy más káros élelmiszer adalékot ki kell váltani a termékkörből, a fogyasztásból, az élelmiszereinkből, akkor talán egészségesebb nemzet leszünk, ez pedig érdekünk, mert nem gyógyításra akarunk költeni pénzt, hanem az egészségesebb életmódra. Köszönöm, hogy szólhattam. Ángyán József államtitkár úr, 2 perces. Köszönöm szót, egyetlen egy szempontra szeretném fölhívni a figyelmet, mert talán ez eddig nem került szóba, és a javaslat ezt világosan tartalmazza. Épp Göndör István képviselő úr hozzászólása kapcsán mondanám el, és a Bombonetti példáján, hogy amikor azt mondta, hogy látta a fejlődését, és hát exportra is termel, ez egy, az export-import ugye ez egy nagyon fontos tétel ebben az előterjesztésben. Tudnilik, aki itt gyárt ilyen termékeket, de kiviszi az országból, tehát nem a mi piacunkon helyezi el, azt ezt nem sújtja. Kiviheti innen. Azt szeretnénk, hogy a mi piacunkon, a mi élelmiszer kínálatunkban ne legyen. És ugyanakkor, ha valaki külföldről behoz ilyen terméket, és itt először forgalomba hozza Magyarországon, neki meg kell fizetni ezt az adót. Tehát világos a szándék, nem egy pénzgyűjtési akcióról van egyszerűen, hanem arról van szó, hogy tisztítani szeretnénk a piacunkat, vagyis aki ilyet hoz be, azt terhelje, aki meg innen kiviszi ezt a terméket, azt meg nem terheli ez a termék. Erre a szempontra még eddig nem utaltunk, ezért gondoltam, hogy ezt még hozzátenném az elhangzottakhoz. Köszönöm szépen. Következik Szilágyi László képviselő úr, LMP. Köszönöm szépen a szót. Jó lenne azt gondolni, hogy egy ilyen beavatkozás pozitívan befolyásolja egyrészt a fogyasztókat, másrészt pedig a gyártókat és forgalmazókat. De hát az az igazság, hogy ez ennél sokkal bonyolultabb. A horvát képviselő azt mondta, hogy ugyanannyit fogunk költeni élelmiszerre, mint eddig, de majd jobban átgondoljuk, hogy ezt veszünk, vagy azt veszünk. Ez sajnos nem egészen így igaz az élvezeti cikkek esetében. Tehát ilyen csokoládé, üdítőital, egyebek. Nem nagyon vagyunk ebben a tekintetben mi magyarok árérzékenyek. Tehát ez szerintem egy jó darab, sokkal komolyabb árnövekedés kell ahhoz, hogy
hogy valamilyen módon befolyásolni tudják a fogyasztói szokásainkat. Mit fognak csinálni a gyártók, képviselő úr? Mit fognak csinálni a gyártók? Tehát igaz-e az, hogy majd mondjuk csökkentik a cukortartalmat, vagy csökkentik a koffein tartalmat? Igaz, de mit tesznek bele helyette? Tehát, hogyha kevesebb lesz a cukortartalmi üdítő, akkor több lesz majd az aszpartán, meg a szaharin tartalmi üdítő. Előrébb vagyunk-e? Tehát lehet, hogy az elhízásban egy kicsit előrébb jutunk, de egyéb egészségügyi problémákat fogunk nyerni, idézőjelben mondva. Úgyhogy sajnos nem ilyen egyértelműek ezek az összefüggések, és nem ilyen egyszerű a fogyasztókat és a piacot befolyásolni. Köszönöm szépen. Horváth Zsolt képviselő úr, 2 perces. Köszönöm szépen, részben Angyán államtitkár úr elmondta, amit reagálni szerettem volna. Képviselő úr, mi is megkaptuk a Bombonettinek ezt a leírását, amelyikből ön idézett. Ugyanakkor azt gondolom, hogy szerintem indokolatlan a cégnek az aggodalma. Tehát ha megnézi ennek az adónemnek a nagyságát, ez kilogrammonként egy 100 forint a cukrozott csomagolt édes élelmiszerékre. Ha ez pénzgyűjtés lenne, akkor nem ilyen nagyságrendet csinálnak. Hát hogyha megnézi a kristálycukornak csak mint alapanyagnak a kilónkénti árát és a többit, illetve a csokoládi árakat megnézi az üzletekben, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy ez nem az a nagyságrend, ami őket padlóhoz fogja vágni. Úgy tűnik Magyarországon, hogy ha valaki elkezd egy kezdeményezést, akkor mindenki rögtön a profitját félti, ez természetes egy profitorientált cégnél. Képviselő úr, nekünk meg talán más érdekeket kellene képviselnünk, el kellene indulni egy úton. És még